szaporán eljen lassan, egy geoszinklinál is hamarabb feltöltődik. Ötször kihalnak, hogy itt a szóhúzók mindenki, nem te? Kifelé! Persze, mindenképpen alatt nagyon jól áll neked, azt vett fel. Csipkés a fény. Mennem, hogy leteszem. Hello! Remélem mindenkibe van kötve. Na de kezdjük inkább az elején. Ez itt a szuperősök egyetlen gimnáziuma, a SZEG. Ide azok jelentkeznek, akik valamilyen emberfeletti képességgel rendelkeznek. Az itt eltöltött évek alatt a mesterek segítségével képzik munkat tökéletessé ezek a diákok. Képeztek már itt ki milliárdost, és ide jár a híres Páter Viszki is. De van itt négy diák, akik az egész iskolából kiemelkednek. Ő itt Alex. Mikor ide került, még kis nyeszlet volt, de az idők során kijelzett. Lássuk is, hogyan történt ez. Don't get it twisted. This rap shit is mine, motherfuckers. Fuck it. Fuck what you heard. It's what you hearing. It's what you hearing, listen. It's what you hearing, listen. It's what you hearing, listen. Oh, fuck, wait for you to get it. Exco deliver to you. Knock, knock, open up the door. Ő itt Ádám. Ő sokáig nem tudta pontosan, miben is rejlik a szuper képessége, amíg az addig diákok számára érthetetlen halandját meg nem értette. A mesterek ezt látva elkezdték képezni, vagy hozzánk csapódott, mint a mi kis csapatunk esze. És végül Peti. Hát nem igazán tudjuk, hogyan is került ide. Még most sem találtuk meg a szuper képességét, pedig már nagyon sokan próbálkoztak vele. Nem épp a legerősebb, és hát nem is a legokosabb szegény, de még a lányoknál sem nyerő. Legalább a kitartása figyelemre méltó. Na és itt vagyok én már alapból így születtem, a lányok szakértőjek. Nem tudom, de bárki is a tettes. Én biztos elvállott vele. Várjatok, majd kiszámolom. Annak a valószínűsége, hogy mindenki elaludt egy az egymillióhoz. Annak a valószínűsége, hogy mindenki elaludt Hofővel együtt egy a 30 000-hez. Annak a valószínűsége, hogy a büfében vannak egy az 5-höz. Hát akkor menjünk nézni őket a büfébe. Menjünk nézni.
Nézzétek, ott egy napló. Ó, tényleg? Mi van ráírva? Itt Robi naplója. Kedves naplóm. A mai nap is egy átlagos napnak indult, de aztán elerett az eső. Még jó, hogy nálam volt a kedvenc esernyőm. Vajon beszedtem a ruhákat? Na mindegy, egy kicsit elszontyolottam. De töretlenül folytattam. Aj, hülye, lapozd már bele! Ma bejött hozzám a büfébe Koncsos tanár úr. Énekelgetett valamit, aztán kérte egy minyont. Igazán feldobta a napot. Ezt most direkt csinálod velem? Á, végére lapozd. Tudod mit, inkább van ide. Ma a büfében két tanár beszélgetett, miközben csináltam a szendvicseket. És az egyik arról kezdett el mesélni, hogy mennyire elege van már egy osztályból. Túl okosak, nem lehet már hova képezni őket, és ezt nehéz nem a tudtukra adni. És még a legféltettebb kincsére is szemet vetettek. Ezt a problémát minél hamarabb meg kell oldani. Mit jelentetek? Várjatok. Gondolkozzunk csak. Nem a mi osztályunkra utal? Szerinted, Alex? Na, jó, menjünk. Szerintetek kit jelentette? A takarítónak. Vagy? Nézzétek, ott jön Marci. Ó, akkor kérdezzük meg őt. Gyerünk, menjünk csak, jól csak. Marci, tudsz valamit az osztályunkról? Láttad a takarítókat? Én úgy tudom, nyolodikus van, ugye? Én nem volt senki a teremben, és bementem a WC-t és megcsináltam hajom. Jó lett, mi? Hát, van még mit javítani rajta. De szerintem amúgy osztályfőnök benne van a dologban. Tegnap írt Facebookon, hogy elege van már a nyolodikokban. Ah, jó, hogy mondod, tegnap én is beszéltem vele, nézzétek. Oh, pont rakott fel képet, nézzétek, itt van a galiban. Mi van odaiba? Hashtag nyolodik, hashtag árabolva. Hát akkor szerintem menjünk a galiban. Halló, főnök. Igen, én vagyok. Szerintem sikerült eltemerni a gyomot. Nagyon szomorú vagyok. Az osztályom megígérte, hogy bejön nulladik órára. De se hírük, se hangok, sehol senki. Bizony úr, hogy döntünk a meghívott egy körre. Jól van. Elfogadok? Ígyunk egyet. Jó. Isten, Isten. Nézzétek, nézzétek, tényleg itt van osztályfőnök. Gyertek, menjünk be. Oh, nézzétek, itt van tanárnő, gyertek, beszéljünk vele! Csókolom, tanárnő! Tanárnő, nem mentünk be nulladikra. Megint tetszik tudni, elaludtunk hát egy pár percet, és... De mi bementünk amúgy, csak hát, akkor bementünk, nem találtuk az osztályt sehol. Az egész iskolát átnéztük, de nem voltak, nem találtuk őket is. Próbáltuk keresni tanárnőt is, és láttuk, amit feltett tanárnő a Facebookra kép, úgy gondoltuk, ide jövünk, megnézzük tanárnőt. A helyzet az, hogy én se találtam sehol az osztályt. Nem is tudom, hányadik nulladik órára nem jöttek be. Úgyhogy eljöttem ide lazítani. Jó napot, Gyuri bán! Mi újságban? Tegnap itt volt három ember, valamint ember rabbán tárgyaztak. Hol mi ez? Ilyenre gondoltunk. Lehet, hogy őkre volták el az osztályunkat. Biztos! Terítsük ki! Gyerünk! Rajta, hogy nem tudom. Viszlát talán nézd a profitet. Profito úr! Profito! Thank you.
négy ember hiányzik. Elő kéne őket is keríteni. De vajon hol lehetnek? Vajon mi hova mentünk volna? Még ilyen fiatalon. Talán a galiba? Nézzétek, ott van Gázsó. Kövessük hátáltuk ezeket a többiekhez. Állj! Ilyen sebességgel nem tudjuk utolérni. Ki kell találni valamit. Hagyj rám, nekem ez sima így. Ezt én is akarom, Alex, segíts nekem! De gyerünk, testvérem! Hát tesó, nekem még ez sem megy. Ide ment be, menjünk! Nyomozzunk ki, hát ha itt van! Gyerünk! Elázódnak, nem vagy egyedül, ha bajban vagyunk, jön ő segítő szerep. Aki gond nélkül hobbiból másokat ápol, akkor is bátor, fél a haláltól. Akit nem irányít érdek vagy tábor, nem marad távol a névvonától. Nem az én a szempont, hanem a másikat. Nem feszülhet el a hura pattanásig. Nézzük magunkba és gondoljunk arra, mindenkinek jól jön egy védő angyalma. Thank you.
minket legyőztetek. De ha a főnök még nincs meg... Így van. Így van. De most akkor ki a főnök? Én. De mégis miért? Hát ezekért. Az én legnagyobb kincsem és a ti osztálytársatok Roland. Kezdődött a férfi nappal, de mostanság már mindenütt ezt látom. Egyszerűen felháborító. Elegem van az egész osztályotokkal. Így hát kiagyaltam ezt egy tökéletes tervet. Elraboltatlak titeket legjobb embereimmel, és már soha többé nem lesz veletek gond. De miért pont a diákok előtt kellett ezt a bólogatókhoz? Én nem tudom részt venni a diákokon. Engem ez nem érdekel. Témánkat is tudom. Szervusztok, Nagy Alekosz vagyok Érdről, és azt szeretném mondani nektek, hogy minden körülmények között mindig szavazzatok Dominikra és az E-osztályra. Én innen Érdről sok sikert és a legjobbakat kívánok nektek! Hello mindenki, Hajdu Péter vagyok. Szavazzatok a Szilágyi Erzsébet gimnázium 11. E-osztályára. Hajrá! Hello, hello, szilágyisok! Na hát az van, hogy én Csorró Lali vagyok az ilyen nappal Budapestben, remélem, hogy megismertetek, és én a 11 erre szavazom. Én rájuk tettem le a voksomat, és nagyon remélem, hogy ti is, úgyhogy mindenkit arra ösztönzök, hogy tegyen úgy, ahogy én, és nyerje meg a 11 el. Úgyhogy sok szerencsét neki, és drukkolunk. Sziasztok! Hey, Marci, tudsz mondani a osztályunkról? Gyerekek, ha legyünk már szafalábi a vacsi. Ennek úton kerülne a gyógyítatlaniséget.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet.